Az őszi időszakban sem unatkoznak majd a különlegességek kedvelői, hiszen néhány hetes nyári szünetet követően a hétvégén ismét visszatér a Szahaki-szigetre a Dunai Kincseskert helyi termelői és kézműves piac. Az elmúlt hetek tapasztalatairól, valamint a következő alkalmakkal kapcsolatos tervekről és részletekről Szilágy Irén szervezővel beszélgettünk. A nyári szünet az nekünk is a pihenésre egy picit lehetőséget biztosított, az árusoknak meg főként arra, ugye, hogy új árukészletet állítsanak elő, és abban az időszakban egyébként is nagyon sok fesztivál, rendezvény volt ugye a pandémia után szerencsére, és ezért is gondoltuk úgy, hogy lehetőséget adunk nekik is arra, hogy máshová is megmutatkozzanak, és így mi pihenőt tartunk, de a pihenő után szeptember 24-én szombaton visszatérünk a Dunaújvárosi kempingbe, és ez most már egészen december végéig, meg jövő nyárig fix helyszínünk marad mindenféleképpen. Gyakorlatilag azt mondhatom el, hogy az árusaink nagy része kitartott mellettünk, tehát mindenki újult erővel jön, és ismét itt a Dunaújvárosi és környékbeli vásárlóknak egy csomó minden újdonsággal készül. Nem mindennapi és finom termékekből ez alkalommal sem lesz majd hiány, legalábbis az eddigi árusok visszajelzései alapján. Szilágyi Irén kiemelte, a piac egyik legnagyobb különlegessége, hogy több közönségkedvenc terméket árusító termelő is állandó visszatérő. Szokásosan mindenki tudja, hogy nagyon erős szokott lenni a kínálat, ugye sajtokból, lekvárokból, különböző zöldségkrémekből. Most itt csak, hogy néhányat felsoroljak, bejelentkezett nagyon finom, vegyszermentes háztáji csemegeszőlővel, friss csemegeszőlővel árus, hagymát hoznak olyan fajtát, amiből tényleg érdemes lesz télire is betárolni, hiszen magyar termék, itt termett a közelben, megbízható minőségben, szerintem ez nagyon fontos. És hát természetesen a kézműveseink is velünk maradtak, tehát az élelmiszerek mellett nagyon-nagyon sok kézműves áru is rendelkezésre fog állni. A helyben fogyasztható ételek és termékek, lekvárok, édességek és kézműves termékek sorában egyre nagyobb teret nyernek a különböző ajándéktárgyak is, így ezekre is számíthatnak majd a vásárlók. A keresztszemes hímzéstől kezdve a makramé dolgokig, kötött, horgolt tárgyakig rengetegféle olyan dolog lesz, amiből ajándéknak is lehet választani, hiszen ilyenkor mindig azt érezzük, hogy a karácsony az már csak két lépés, és szintén itt lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a korábban megszokotthoz igen gazdag, tehát a korábban megszokotthoz hasonló, igen gazdag árukínálattal tudjuk várni a vevőinket. A következő kincskeresésre, tehát szeptember 24-én várják majd a szervezők az érdeklődőket. A helyszín a már jól megszokott Szahaki-szigeti kemping lesz. A szintén már jól ismert, színvonalas és változatos kínálattal. Az akcióval az idei évben még a tervek szerint október 22-én, november 19-én és december 17-én találkozhatnak majd az érdeklődők.